Na szevasztok srácok, Csipi vagyok, és ebben a rövid kis videóban befejezzük ugye a heti feladatos rewardok átvételét. Nézzük meg, hogy mik maradtak. Ugye készen lettünk végül mindennel, Alex is besegített, ugye már a két tocot átvettük. Azonban maradt még egy toc, ugye ez a toc Brahimi, ugye ez egy liganoszos, tehát portugál ligás toc, és ugye 7 online szili meccset kell nyerni, úgyhogy legalább 11 toc, 11 liganoszos játékost használtok. Megmutatom a csapatot, srácok, amiből egy játékosnál behasználtunk valami SBC-be, de itt egy liganoszos, nem is tudom ki volt, talán egy Zsárdel, vagy egy Felipe. Úgyhogy ez volt az alapkezdő csapatunk, ez a 11 liganoszos csapat, és akkor behoztuk ezt a három játékos cserébe, hiszen cserébe bármilyen ligából lehet behozni játékost, és utána lőttünk egy gólt, aztán kiglitcheltünk. Voltak egész éles meccsek, én is volt, hogy egész éles meccseket játszottam, csak a végén tudtunk kiglitchelni, és ugye Alexnál is volt ilyen, hogy csak a végén tudott kiglitchelni. De mielőtt átveszik ezt az utolsó TOTS játékos, amit a héten meg lehet szerezni, nézzük meg, hogy milyen heti feladatok voltak. Még azt mondja, van egy ilyen, hogy Barcelona-Valencia, ugye ez a kupadöntő, ahol a Barca elvérzett, azt mondja, hogy kell a csapatban minimum 3 a Barcából, minimum 3 a Valenciából, és ugye profi nehézségi szinten két squad battles meccset kell nyerni. Erre is csináltam egy csapatot egyébként, ha megvan még, de már lehet nincs meg. Ja, itt van. Mindjárt megnézzük. Hát igen, így nézett ki, tehát, hogy itt volt még egy barszás, meg aztán itt egy barszás, meg itt egy valenciás, vagy már nem is tudom, hogy hogy nézett ki. Csak közben már használtunk SBC-ket egyébként, SBC-be játékosokat, és akkor ugye azokat lecseréltem, és hát azért squad battles profi nehézségi szinten gyakorlatilag simán lehet nyerni ilyen csapattal is, úgyhogy most átvesszük ezt a Barcelona versus Valencia rewardot, ami nem más, mint egy Premium Gold Players pack. Következő, ugye a Leipzig-Bayern, ez is egy kupadöntő, ahol a Bayern nyert, de 3 Bayern és ugye 3 Leipzig játékos kellett, és ugye 2 squad battles meccset kellett nyerni, de itt már World Class-on. Ezt úgy csináltam meg, hogy volt alapban egy olyan squadom, amiben ugye német játékosok kellettek ugye a német tochoz. Itt is van, és ugye már van Bayern játékos itt egy, és akkor a védelmet csináltam meg ugye Leipzigból, meg ugye Bayernből, tehát volt itt ugye Weiser, ez a Coman, betettem LB-be, Kanoté is játszott, meg ugye az Rafinha volt jobb oldalt, meg azt hiszem, ja, ennyi volt végül is. És akkor ugye egyszerre 2 heti feladatot csináltam meg ezzel a csapattal, srácok. És vegyük át ezt a... Azt mondja, hogy Bundesliga Premium Players packot ad. Következő, ugye a Chelsea Arsenal nagy balhé van ugye a döntő miatt, hogy Azerbajdzsánba kell kiutazniuk, azt hiszem az angolok visszaesettek a ugye a jegyeknek a felét, ráadásul alig kaptak jegyet, ugye Chelsea-ből kell 4 játékos, Arsenalból 4 játékos, és legendás fokozaton kell nyerni ugye 2 squad battles meccset, tehát most nem mutatom meg a csapatot, mert már azt a csapatot már szétszedtem, de ugye a teljes Chelsea védelem volt, ugye speciális Rüdiger, a speciális David Luiz és a Marcos Alonso-nk volt ott, ugye, a live Marcos Alonso kapuban volt egy speciál cseh, volt egy Mkhitaryanunk, és nem is tudom, volt még valaki egyébként az Arsenalban egy speciális játékosunk, tehát 6 speckó játékosunk, vagy nem is tudom, nem tudom, srácok, de mindjárt nézzük, hát fixen, ugye 8 játékos kellett bele. Az Arsenalban ugye betettem ja, az Aubameyangot, a Chet, a Torreirát és ugye a Mkhitaryant. A Chelsea-ből pedig... Hopp, nem a Cardiff-ból. Iden betettem ugye a Hazardot, a Marcus Alonsot, a David Luiz-t és ugye a Rüdigert. És ebből csináltam egy csapatot, meg betettem még a Ronaldot, meg ugye ikonokat, és akkor nagyon könnyű volt legendás fokozaton így nyerni, hiszen még lehetett cserélni, tehát hoztam be ikonokat is. Átveszem ezt is. Prime-ot, 45k-s pack. És akkor, hogyha megcsináltuk ugye az összes heti feladatot, akkor megint kaptunk ugye utoljára egy ilyen... Ugye, hogyha mindent megcsináltál, akkor kaptál egy 50k-s pakkot, de hát mi mindent megcsináltunk, úgyhogy jár az 50k-s pack, meg a kex. Úgyhogy már van 4 packunk, de azt nem én fogom kibontani, hanem Alex.
És akkor nézzük ezt a Tóth Brahimit, ugye az előbb már elmondtam, mit kellett csinálni. Kicsit már idegesítő volt, ráadásul ez a Brahimi szerintem egy hulladék, tehát be se tudjuk építeni, nehéz is beépíteni, sem Liganos, meg nem is tudom milyen algériai játékos, ráadásul ahhoz képest, hogy elem nem túl gyors, labdavezetése jó, a passz már nem annyira, fizikálisan sem. 3 csillag, 4 csillag. Nézzük meg, hogy mikből kiemelkedő. Helyezkedés nagyon jó, gyorsulás nagyon jó, finishing 90 jó, longshot 90, curve nagyon jó, csavar 94-es, agility 98, a dribbling brutál 99, ball control 91, kompozőr nagyon higgadt 96-os, és ugye a stamina ennek is 99-es. Nem is tudom, ez most jó kártyának számít-e vagy nem, de beépíteni minden esetre nehéz lesz, úgyhogy beküldöm azért a klubba, és így elkészültünk, srácok, az összes heti feladattal megint. Szóval lenyomom még a transfert, ugye csaljuk át a coint folyamatosan. Most épp a Bundesliga tocra vagy valami, nem is tudom, mire fogunk majd gyűjtögetni, vagy lehet, hogy veszünk egy tocs játékos. Mindenesetre van most 4 pakkunk, én pedig átadom Alexnek, Magyarország egyik legjobb FIFA játékosának a paszkokat, aki ugye segített a heti feladatos Brahim megszerzésében most ezen a héten általában. Egyedül szoktam megszerezni heti feladatos szarokat, de most segített, ezt lehet, hogy jövő héten is beszáll, úgyhogy ő fogja átvenni a paszkokat. Na, szevasztok, srácok! Egyébként Csipi, melyikbe segítettem, melyik az én pakkom amúgy? Hát a Bundesliga-s is, meg a Pöcsön tudja. A Brahimit, ugye hát Brahimit szereztettem meg. Ja? Akkor nem szóltam, hogy Zocs, jó van. Hát akkor... Amúgy ezek jó pakok. Premium God Players pack. God Players pack. Nope. No board. Csipi, te vársz valamit a többi paktól? Nem? Jó, már én sem úgy. 82-es vasz. Ezeket nem lehet eladni. Semmelyiket se? Ezeket nem lehet eladni. A Friends-be. Hát akkor most keverik be ezt a 45.000-es pakot. Abba úgy sem semmi habakeret, hanem amúgy. 45.000-es pack. Nem is bar, vagy nem is walkout. Akkor valami ratyi lesz. Így aztán tényleg. Moje. Vagy Adán, jó. Tudtam, hogy a másik lesz. Adán 83-as. Semmit se érünk fel egy 45.000-es papból ezzel. Nagyon szomorú eddig a pakok. De hát nem adjuk fel, van még 2 jó pak hátra. A Bundesliga tocot kéne ebből nyitni. Nézzük ezt a Bundesliga pakot. Nem walkout, úgyhogy goodbye. Aha. Sajnos nem jött a Bundesliga-s pakot, a Bundesliga toc. Helyette jön egy 82-es Bailey, meg egy 82-es Jarstein. Utolsó paktól kell várni a sadát. Nem tudom, megkeverjük vagy ne? Nem tudom, hogy akarom. Mit csinálna? Nem lesz walkout amúgy. Mondtam, nem. Inform? Jó, egy tigrisas izé. Ja, ezt tudom ki, ez Guzmán, ez már volt tavaly is. Dotz, nem is tudom mi volt ez. Guzmán. Mellette. Mandzsukic, Joaquin. Guzmán gondolom Riskard, igen, 10-11 000 coin. Mandzsukicnak 5000 vagy 4000. Hát ez kuka, lazanya. Úgyhogy csak ennyi lesz volna a heti feladatnak a jutalma, amit átvettünk. Nem jött semmi. Igen, semmi, amit a tocok nem a legjobbak. Ja, a tocok nem a legjobbak, úgyhogy nem baj, jövő héten is megcsináljuk természetesen, úgyhogy nyomj egy lájkot, hogyha tetszett a videó,
Csipivel mi ketten ezt nyomt, majd Csipi nyomt, nagyjából itt volt ő is, szevasztok!